Hát van a láncok feliratozása, szelvényszámmal és magassági adatokkal. Ez egy kérdésvonal lánc, ezt fogjuk feliratozni, a magassági adatot pedig a program a beolvasott pontblokkokból veszi. Hát ebbe vannak ebbe a pontblokkba magassági adatok. Be lehet állítani a szövegstílust, magasságot és a forgatási szöget, azt érdemes megadni a forgatási szöget, hát ennek a feliratnak a forgatási szöge most legyen egy ilyen irányú, akkor itt írja a program, a forgatási szöget beállíthat a vetítővonalnak a fóliája, és itt van ez a négy felirat, ezt lehet ki, illetve bekapcsolni. Az alapértékeket a program az betölti egy fájlból, itt lehet választani. Tehát itt lehet választani az elhelyezendő feliratok között, ez is egy külső fájlból jön meg, viszont az utólag módosítható itt. Tehát ebbe a szövegdobozba módosítható a felirat, amit a program el fog helyezni. Most egy háromsoros feliratot fogunk lerakni, ki kell választani a vonalláncot, majd egy méteres pontossággal oda bökni vonallánc töréspontjának a közelébe. És utána pedig meg kell adni a szövegnek a kezdőpontját, akkor a program elhelyezi ezt a feliratot. Érdemes az azonos feliratozású pontokat folyamatosan feliratozni. Hát itt megírja a magasságadatot, és megírja a terepnek az adatát. Tehát a legközelebb eső tereppontot kiválasztja a program, a magasságkülönbségből érzékel, hogy melyik a tereppont, és azt adja meg itt a terepnek. Ez pedig egy négy soros felirat lesz, ezt a pontot fogjuk feliratozni. Mindig kell kattintani, majd pedig a szövegbeillesztési pontját kijelölni. Ezek a feliratok könnyen módosíthatóak, mozgathatóak, tehát hogyha arrébb szeretném helyezni, akkor el kell kattintani, majd a kiválasztás után bárhova lekattintok, oda rakja a feliratot. Forgathatóak ezek a feliratok, egy feliratra kell rákattintani, majd meg lehet adni a forgatási szöget. Ha netán úgy mozgatom a feliratot, mondjuk átteszem a másik oldalra, akkor itt a vetítő vonalnak át lehet helyezni ezt a töréspontját egy kattintásból. Lehet törölni egy feliratot, tehát a feliratcsoportot törli a program, illetve lehet törölni az összes feliratot egy gombnyomásra. Az alapértelmezett adatok azok itt vannak, tehát a C program, Files Autodesk, Application Plugins, Sherry Geodesia V21 Band Contents felirat könyvtárban. Itt lehet megadni a szövegmagasságot, stílust, szelvényszám fóliát, felirat 1, felirat 2 fóliát, tehát ezeket itt meg lehet adni. A sorrendre vigyázni kell, tehát a sorrend az nem módosítható. Tehát a pontos vesző után kell megadni az értéket. És itt van egy feliratok textfile, ebbe pedig el lehet helyezni azokat a feliratokat, amiket szeretnénk beilleszteni a rajzba. A magasságadatokat itt kell beállítani, tehát e fóliáját be lehet állítani, hogy lekerüljön az a felirat, a szöveg stílusát be lehet állítani, és hogy melyik magasság blokkból, tehát melyik blokkból vegye az adatokat, és melyik attribútumát vizsgálja a program. Tehát itt van ez a mért pont nevű blokkunk. Ennek két attribútuma van, a pontszám, illetve a magasság. Tehát itt be kell állítani a magasságot, és az azonos törésponton lévő magasság blokkból a program ezt a feliratot fogja kivenni, és azt rakja be ebbe a szövegbe. 131-22. És hozzá legközelebb eső tereppontból pedig megírja a terepnek a magassági adatát. És ilyen tagolással, tehát a terepet ki is lehet kapcsolni. T betű van előtte, és az elválasztó pedig egy pontos vesző.
és utána meg lehet írni a vezetékadatot, az pedig ebben az esetben gamer gáz, de ezeket ki is lehet hagyni. Hát, hogy